Én ezt a világot nagyon élvezem. Hát ez a mi világunk. Én 40 éve ebben a világban élek, és a mai napig 40 év után is, szerintem az arcomon is látod, élvezem, szeretem, szeretek televíziós alkotó lenni. És akkor azt mondtam, hogy hé, mutassuk már meg, hogy hogy csináljuk, hogy milyen a mi világunk. Véleményvezérek. A műsorban elhangzó gondolatok, vélemények. Mert ez egy véleményműsor. Ezért hívjuk így. Véleményvezérek. Vagyis Kembe Szorel és Indián. 98.6 Manna FM, életöröm zene, benne a véleményvezérek, Galler András Indiánnal. Szevasztok, sziasztok. És jó magamban, Kembe Szorelle. No, megint eltett egy hét, aztán megint megjelentünk 18 órakor, ahogy azt szoktuk, és megint hoztunk egy olyan témát, amit szoktunk, érdekes. Új kollégákat üdvözlünk itt a Manna FM berkein belül, a Manna család berkein belül, de mindjárt rátérünk, hogy kik ők és miért, és a témánkat Indi gyorsan mindjárt. Hát a lényeg az, hogy Palikék világa, üdvözlünk titeket, Palikék világa, avagy mindenképp követni kell a trendeket, ez kijelentő módban, de ezt tehetjük kérdőjelesen, és mindenképp követni kell a trendeket. Ugye ezt most azért vetettük így föl, mert mi is az új kor szellemébe dolgozunk mostanában a Szorellel, hogy ugye mi sok olyan dolgot megteszünk, amit eddig nem. De az online-on részt kell venni mindenképp nekünk is. No, igen. És akkor gyorsan, akkor menjünk a vendégeken keresztül. Által kosul, itt van velünk Konyári Edinka. Szia Edinka. Hello. Itt van velünk Palik László. Hello. Hello. Köszönjük, hogy elfogadhatok a meghívásunkat, és itt van velünk Wagner Tamás is. Hello. No, első körben úgy szoktuk csinálni, hogy megnyilatkoztatjuk a vendégeinket, most akkor bemutatkozás is, vagy bemutatási sorrendben, hogy mit gondolnak a tételmondatainkról, vagy tételmondatunkról. Hát mindenképp követni kell a trendeket. Pont kérdőjel. Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy igen, persze, minden új trendet követni kell, aztán majd a műsorvezető társaimra nézek, hogy nem mondjak butaságot, de én azt gondolom, hogy mi nekünk is ez, talán nekünk is ez a szellemiségünk, hogy igen, követni kell, és igyekszünk is felvenni a versenyt. Azt gondolom, hogy ez egy verseny, hogy ezt a Laci szokta mondani. Laci, igen. Szerintem egyáltalán nem kell követni a trendeket. Szerintem ez trendfüggő. Mert ha csak egy példát fölhozok mostanában, ami trendszerűen terjed, ez a Squid Game például, nem gondolom, hogy ezt a trendet követni kellene, mert akár katasztrófába is torkolhat a gyerekek esetében. Én azt gondolom, hogy bizonyos helyzeteket minősíteni kell, és ha azt minősítettük, de ezt mindenki a saját szubjektuma, a saját személyiség alapján tudja minősíteni, akkor aztán mindenki magának eldöntheti, hogy ő követi ezt a trendet, akár maga is trendformáló egy folyamatban, vagy pedig ezt elutasítja. Szerintem ez emberfüggő. Úgy, hogy ez az egész mostanában indult, én most azt gondolom, hogy nekünk ez azért lesz jó, meg érdekes, mert sok-sok évnyi kereskedelmi tévézés után az internetes világban és közegben végre teljesen szabadon alkothatunk és készíthetünk tartalmat. Tehát kvázi nem feltétlenül kell mindennek és mindenkinek, és leginkább főnököknek megfelelni. Önmagatok főnökei vagytok. Igen. De igen, az a kérdés, hogy az online-ban akarunk-e tartalmat gyártani, mint trend, én arra gondoltam, hogy azt a trendet követjük. Tehát igen, tartalmat gyártunk az online térben, és nem a televízióban. Hogyha ez a kérdés, akkor igen. De az, hogy milyen trendeket szeretnénk követni, vagy milyen elvárásoknak szeretnénk megfelelni, szerintem ilyenünk nincs. Tehát, hogy saját magunknak szeretnénk igazából megfelelni, az meg, hogy a közösségnek tetszik, vagy sem, azt meg nyilván rájuk bízzuk. De egyébként... ebben van egy megújulás is szerintem, hogy mindig kell tudni megújulni, és most pedig az a megújulás, az online térben is előkerülnek a hasznos tartalmak, nem csak a tévébe. Egy másodpercre visszautalnék arra, amit az Edinka mondott, hogy mi magunknak akarunk megfelelni. Sajnos ma úgy tűnik, hogy az a nap van, hogy az Edinkával vitatkozom. Egyelőre még csak vele, mert én meg nem mondtam mást. Egyrészt én magamnak biztos, hogy nem szeretnék megfelelni, mert még soha nem sikerült. Tehát nem gondolom, hogy bele tudok esni az önelégültség csapdájába, mert állandóan az izgat, hogy mit csinálok éppen rosszul. Ez az egyik. A másik, aminek én idestóva 60 évesen a lassan 40 éves tartalomszolgáltatói vagy előállítói pályafutásom alatt megpróbáltam megfelelni, mikor milyen sikerrel és eredménnyel, az
az a fogyasztói elvárás. Ugyanis mi valójában, hogyha mi ebben belegondolunk, akkor szolgáltatók vagyunk. Szolgáltatunk, egy igényrendszert próbálunk először is felfedezni, aztán ezt kielégíteni. És valójában a folyamatos hezitációnk is onnan jön, hogy jól értjük-e az igényeket, amiket a piac megfogalmaz, mindig az aktuális piac, és jó válaszokat tudunk-e adni. A mi válaszunk ebben az életszakaszunkban az, hogy létrehozzuk ezt a világot, a mi világunkat. Három ember, három különböző megközelítésmód, lám-lám vitatkozunk is egymással, három teljesen különböző karakter vagyunk, viszont valamilyen kémia van köztünk, ami nagyon fontos. Szerintem tiszteljük egymás agyát, gondolatait, vannak bizonyos értékek, amikben osztozunk, például, hogy mondjuk nem késünk el, vagy nem hazudunk. Ezek ilyen alapértékek, ilyen egyszerű dolgok, ezt képviseljük. Ezen kívül azonban bármiről tudunk vitatkozni, és egyetérteni nem. És boldogan is vitatkozunk. És egyébként boldogan is vitatkozunk. Jó érzés. Felmerült bennem, mert megütött a fülemet, hogy igények, válaszok, és a válaszokat most már elkezditek csinálni, de akkor ez olyan, mintha hamarabb születne meg a válasz, mint a kérdés, nem? Tehát, hogy... Nem, mert maga a kérdés az, ugye, hogy végignézvén azt, ami ma az online térben születik, hát ha csak a YouTube-ot nézzük, akkor ugye percenként nagyságrendileg 500 óra anyag kerül föl az internetre, fölfoghatatlan mennyiség, tehát itt már annyi kérdés meg válasz van, hogy ez egy nagyon komoly erdő. Mi azt mondtuk, hogy látunk, hogy jól látjuk-e, azt majd az idő eldönti. De egyrészt látunk egy tendenciát. A tendencia az, hogy hiába csukjuk be a szemünket, a klasszikus értelemben vett televíziózás az átalakul. Ma már, és ez nem csak a gyerekeim korosztálya, hanem az ennél idősebb korosztály is, a tartalmat nagyrészt az online térből szerzi be. Tehát a rádió, tévé újság megfogalmazott, hogy hány órakor, stb. Bekarikázva. Ez már a múlt, az az igazság. És úgy gondoltuk, hogy mivel lassan Laci bácsivá cseperedek, ebben az állapotban érdemes még egy kihívást megpróbálni teljesíteni, hogy képesek vagyunk-e átrakni az online térbe azt a tapasztalattömeget, amit mi együttesen nagyságrendileg 100 év televíziózásban eltöltött, mert ha összeadjuk mindannyiunk a tévézésbe belerakott éveinek számát, az már közel van a 100-hoz. Hogy ezt a közel 100 évnyi tapasztalatot tudjuk-e mi ebben a friss világban, ebben a teljesen más világban, amit próbálunk tanulni és érteni, kamatoztatni? Azt gondolom, hogy próbálunk megfelelő szerénységgel közelíteni a dologhoz, mert mi nem ebben a térben szocializálódtunk. Véleményvezérek, vagyis Kembe Szorel és Indián. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Az, aki esetleg nem tudná, és nem olvasta a cikkeket, nem olvasta a sajtóközleményeket. És még nem jutott el hozzá semmilyen fórumon. Így van, tudja meg, hogy miről szól, miről kezdünk majd utána vitatkozni, miután megkaptunk a választ. Borzalmasan egyszerű a dolog. Háromszor fogunk tartalmat előállítani ezen a YouTube csatornán hetente. Hétfőn, csütörtökön és szombaton lesz megjelenés, úgymond. A hétfő az a mögöttünk álló hét eseményeiből fog szemezgetni, úgymond. Mi magunknak munkacímként úgy fogalmazzuk meg, hogy ez az aktuális, tehát ami az embereket foglalkoztatta, ami az embereket érdekelte azon az adott héten, abból próbálunk
megdolgozni a mi látásmódunk szerint. Tehát fontos, hogyha ez a koronavírus, vagy a napfogyatkozás, hogy azt mi a magunk felkészültségével, ahogy felkészülünk erre, és ahogy megközelítjük, próbáljuk megértelmezni vendégek és beszélgetések révén. A szerda az... Ami csütörtök. Egyébként. A csütörtök az egyetlen egy dologról szól, menjünk ki a stúdióból, tehát ne beszélő fejek legyünk, hanem mozogjunk. És hogy hogyan mozgunk, az többféle is lehet, de a leglényegesebb formátum elemünk a csütörtöki napon, az az úgynevezett futtában című formátumunk. Feltétlenül ezen futás közül történik. Így van. Ehhez hasonló formátumok vannak a világban, ilyet még nem találtunk, mert van, aki autóval visz el beszélgető partnert, és úgy beszélget, van, aki séta közben beszélget. Mi úgy döntöttünk a Tomival való élményeink okán, mert most már jó ideje, közösen futunk, és futás közben vitatunk meg dolgokat, és dolgozunk is egyben, hogy teljesen más pszichés állapot jön létre futás közben. Ugye 2-3 perc után oldódnak gátlások, felszabadul valami örömhormon az emberben, ennek tudományos megközelítése is vannak, és teljesen mássá váltak a beszélgetéseink futás közben, és azt mondtuk, hogy hát ez mindenkivel igaz lehet. Ezért van ez a futtában nevű formátumunk, ami azt jelenti, hogy minket érdeklő, mondhatom azt, hogy érdekes emberek, a paletta minden szegletéből, fiatalok, idősek, középkorúak, fogyni vágyók, lefogyottak, sportolók, otthonülők, de azt gondolom, hogy olyan emberek, akik érdeklik a közönséget, fognak velünk futni, és közben megvitatjuk a világ dolgait és az adott dolgokat. Azt gondoljuk, hogy itt speciális tartalmak születnek. Nem árulok el titkot, már néhányat leforgattunk, és nagyon érdekes dolgok derülnek ki futás közben, ami egyébként azt gondolom, hogy egy stúdió falai között ülve sok védőréteggel az ember maga előtt nehezebb áttörni egy ember gondolati hálóján. A normafára fölfele futva, ott fölfele az egy idő után az ember már a levegőért kapkod, és ezek a falak hirtelen lebomlanak, mert... Megvan az igazság szérum. Így van, ez megvan. Érte. És jön a szombat, amikor viszont legyen elég annyi, hogy hétvégiek akarunk lenni. Tehát... ugye, ami a hétfő, az összefoglalója a hétnek, a szombat a hétvége, és ott megpróbálunk olyan tartalmakkal előállni, ami a hétvégi igényekhez alkalmazkodik. Ez nem azt jelenti, hogy beiglit fogunk sütni minden hétvégén természetesen. Mert minden hétvégén mondjuk. Jó, de minden hétvégén. Az még soha életemben nem sok hétvégén? Ne, még soha életemben nem lehet beiglit. De miért? Ha te abból a beiglitből akarnál látni, amit én sütök, az a cselek. Akkor a palikék világa. De azt mondjad, hogy nem evek. De te ettél már beiglit, nem? Életedben. Na most kaptunk egy kis ízelítőt, ami életemben, sorból életemben ettem beiglit, de már nem emlékszem az ízére. Annyira régen. Nem eszik semmit. Mármint, hogy de csak nem beiglik, vagy ilyenek. Jó. Figyelj, engem az érdekelne, hogy mikor pattant ki az a kreatív ötlet, úgy ugye én mindannyiótokat ismerlek, szerkesztő, producer, mi voltatokból is, hogy előtérbe kerüljetek ti is, tehát nem a klasszikus föleles műsorvezető, szerkesztő. Ezt a Laci találta ki. Na, erre volt. Ez azért ez egy új formátum. Ez egy nagyon új formátum, nagy újszerű, vagy új, nem tudom, hogy fogalmazok helyesen, és nagyon bátor, mert a fene tudja, hogy csülel. Mert túl azon, hogy neked van képernyős tapasztalatod, nekik háttértapasztalatuk van, előtérbe kerülnek, ezek olyan vállalások, amik azért azt mondom, hogy bátor. És ezt azért merem így megkérdezni, mert nálam ugyanez volt, hogy rengeteg ideig én a kamera mögött dolgoztam, régen kamera előtt is, de aztán nagyon-nagyon sokáig kamera mögött, és most megint én is előtérbe kerültem. Hát ez... az Edinkát nem kellett annyi ideig győzködni, mint engem. Azért ezzel sem árulok el titkot, nem? Tehát, hogy elkezdtünk gondolkodni azon a Lacival, először még csak ketten, hogy az internetes térben is ugye meg kéne próbálkozni tartalmakat előállítani.
Futás közben. Futás közben találtuk, igen, kezdtünk el ezen gondolkodni, és a Laci azt mondta, hogy jó, de ő egyedül szerinte ez nem elég, és hogy kellene mellé valaki, társ, akivel ezt közösen tudja csinálni. És nem titok, hogy először nyilván miben kezdtünk el gondolkodni, ki olyan ismert pont, emberekben, akikkel jó lehet a Laci kémiája, és nem azt mondom, hogy nem létezik ilyen. De meggyőztétek. Közel van az igazság. De meggyőztétek, hogy nem létezik ilyen. Hát nem találtunk ki jót. Hát nem? És akkor nem így volt? Na most jön az igazság. Jaj! Jó. Na, akkor elmondanám, igen, hogy jó. Történt. Minden szava aranya Tominak. Én egy ilyen archaikus, öreg, maradi, múltból itt ragadt képződmény vagyok. Engem a mesterem Vitrai Tamás egy könnyű 5 éven keresztül tanított erre a szakmára. Én voltam a zóvia. Tehát én 5 éven keresztül mentem mögötte, és egyetlen egy lehetőségem volt, ami az első nap megadta nekem, hogy bármikor, bármilyen kérdésem van, azt feltehetem. Hát annyira együgyű ember vagyok, hogy nagyságrendileg 1 évig azt nem tudtam, hogy hol a világom, és kérdésem nem volt, de hát aztán a következő években már lettek kérdéseim. És ő 5 évig képzett engem televíziósnak, mert akkor ez volt a szakma. A mai modernnek mondott kereskedelmi televíziózásban az a trend, hogy vannak kreatívok, vannak szerkesztők, van kreatív producer, van műsorvezető. Én ehhez nem értek. Én vagy tévézek, vagy nem tévézek. Vagy tartalmat állítok elő, vagy nem. Ha én nem bicintig értem azt, ami történik, és befolyásom is van rá, hadd merjem kimondani. Tehát én alkotom meg az alkotótársaimmal, akkor én abban nem tudok működni, nem vagyok jó benne, mert nem ezt tanultam, és nem ezt gyakoroltam. És ebben a folyamatban, ahogy a Tomival találtuk ki, és fogalmaztuk meg, Edinkát nagyon gyorsan le tudom, mert borzalmasan egyszerű. Nő te kell. Te már nem szeretsz engem. Tehát, dehogy nem, én téged imádlak. Majd ugye téged is kérdezünk. Nő kell, ugye ez nem kérdés, tehát nő nélkül semmi nincs, mi sem vagyunk. Plusz női látásmód is kell. És aki ismeri az Edinkát, aki ismerte ebben a szakmában az Edinkát, az tudja, hogy na, ő a nő. Ő a nő, amihez komoly szakmai tapasztalat is társul, egy elképesztő dinamika, és egy csomó minden, amit megélt, ahogy te fogalmaztál, igen, a kamera mögött, azt közvetíteni tudja az emberek felé. A Tomi az nagyságrendileg egy teljes televíziós életművet műsorpercben letudva az alkotótársam, az elválaszthatatlan alkotótársam volt az elmúlt 3 évben, és egyébként is régen ismerjük egymást. Szerintem a mai magyar televíziózás talán legtehetségesebb kreatív producere volt, szubjektív a vélemény. Igen, zavarba jövök, mert nem tudom, hogy erre mit kell reagálni. Véleményvezérek, vagyis Kembe Szorel és Indián. Végre megtudjuk, hogy a második blog végén Palik László dicséretére, hogy reagál Wagner Tamás. Igen. Jó, köszönöm. Igen, a Laci mondta, nem én. Én meg mindezt, amit mondtál, Laci, az előző blogban, hogy szakmai tapasztalat, itt maradtam az őskorból kb., de hogy ez nem vetítette nekem, vagy nem vetíti elő azt nekem, hogy van egy egészen új formabontó helyzet, amit kitaláltatok, ahhoz képest, hogy van egy olyan szolid bázis, amiről meséltél. Oké. Itt hadd vigyem el a balhét egyedül. Ezt én találtam ki. Én találtam ki, hogy így hárman legyünk. Megmondom miért. Mert ez egy kicsit misztikus. Mi televíziósok tartjuk misztikusnak, hogy mi történik a színfalak mögött. Ma már 1001 műsor van, ahol hátra mehetünk a konyhába, ugye? Főzős műsorok, hogy készül, mi történik. Én azt gondolom, hogy a mi világunk tartalom előállítóknak egy nagyon értelmes, nagyon érdekes, nagyon izgalmas világ. Borzalmasan izgalmas. A vergődéseink, a veszekedéseink, a nevetéseink. És azt mondtam, hogy ezt, bocsánat,
Én ezt a világot nagyon élvezem. Hát ez a mi világunk. Én 40 éve ebben a világban élek, és a mai napig 40 év után is, szerintem az arcomon is látod, élvezem, szeretem, szeretek televíziós alkotó lenni. És akkor azt mondtam, hogy hé, mutassuk már meg, hogy hogy csináljuk, hogy milyen a mi világunk. És a nevünk is ebből jött. Tessék, mi ezt így csináljuk, legyen meztelen a mennyasszony, ne a füldugon keresztül kommunikáljunk egymással, ne súgópapírokon. Mondjátok, hogyha gondolatotok van, ahogy mondjátok a fülemre. Én tudok neked az elmúlt 3 évből, a rengeteg epizódból, napi 3 óra volt az Exaton, és a Tomival napi 16-18 órás szimbiózisban dolgoztunk ezen. Hát ha én meg tudtam volna mutatni, hogy mi zajlott a fülembe a beszélgetéseinkből, ami... úgy tűnik, mintha egy irányú. Súgás, nem súgás. Lacinak nem lehet, tehát ő nem olyan képtelen, hogy azt mondod neki, hogy mondtam, leírsz egy mondatot, és azt mondd el, nem tudja elmondani. Tényleg nem. Tehát ami le van írva, azt nem képtelen elmondani. Tehát ő a saját szavaival tudja csak megfogalmazni azt, amit előtte a szerkesztővel persze átbeszél, hogy honnan, hova kéne eljutni, de például szöveget írni a Lacinak nem lehet. Tehát a fülébe beszélésre úgy képzeljétek el, hogy akkor én lesúgtam neki, hogy most akkor mit mondjam meg. Igen, kérdezz meg, meg bedobta, hanem miközben ő ott állt adott esetben mondjuk egy ceremónián, és 8-16 emberrel beszélgetett, akkor nekem eszembe jutottak gondolatok, és én csak a gondolataimat mondtam neki, amiket ő aztán megszűrt, és vagy beleszőtte, vagy nem, ahogy éppen azt gondolta. Jó, de ez alkotós társaság már. Igen, igen, igen. Várja, de ebből következett az, hogy most mi... De ez olyan alkotótársaság, hogy amit a Tomi elmond, mi tudunk úgy vitatkozni egymással, hogy ő egy gondolatot közvetített a fülemre, én teljesen más csináltam, ő pontosan értette, hogy miért csinálok teljesen mást, és ragaszkodott az ő gondolatához, és tovább mondta. Úgy, hogy megértette velem, hogy az is egy jó irány, és akkor elkanyarodtunk abba az irányba. Abnormálisak a beszélgetéseink ebből a szempontból, mert hiába beszélünk magyarul, és az Edinka szegénykém azért ebbe csöppent bele profi televíziósként, tehát tudja, hogy milyenek ezek a beszélgetések, és mégis néha szinkrontól mácskel neki is, hogy a Tomival mi hogy beszélgetünk. Mert tudod, amikor ott voltunk, és akkor... Hát a félszavazás megvan. De figyelj, nekem egy dolog ütöttem megint a fülemet, hogy a gyerekek, ugye nekem már kislányom is, aki nagyon szereti bejárkálni koncertek hátterébe, az látványos színháznak a kulisszába, az látványos. Ez a fajta kulissza nem látványos. Miért gondoljátok azt, hogy ez érdekelni fogja az embereket? Mert nem azt fogjuk csinálni egyébként, amit eddig, hanem egész egyszerűen önálló jogon, saját személyiségünk által fogunk megszólalni. Tehát, hogy igen, szerkesztők voltunk idáig, televíziósok voltunk idáig, most be fogunk ülni a Laci mellé adott esetben egy stúdióba, vagy odaállunk mellé futni, és mondjuk a magunkét. Tehát kilépünk a háttérből. Igazából ennyi történik. Mennyi idő kellett, hogy te is meggyőződj arról, hogy igen, te is kamera elé állsz? Mert a Laci azt mondta, hogy az Edinkát könnyű volt. Figyelj, igazából én régen rádiós volt, tehát én gyerekkoromban rádiósként kezdtem, fiatal felnőtt koromig, olyan 20 éves koromig dolgoztam a Magyar Rádióban, műsorvezetőként, riporterként, szerkesztőként, és utána kezdtem el tévézni, és kerültem a háttérbe. Én nem, azt szoktam mondani, hogy nem szeretek látszódni, ez így is van, de rájöttem arra, hogy ma már nincs ilyen hülyeség a social media korában és világában, nincs olyan, hogy nem látszódsz, vagy nem látszódhat. Mindenki visszaverje a fényt. Még külön nem, egy ember, hogyha te ott vagy. De várjatok, gyerekek, azért egy dolgot, csak hogy a súlyát, mert Szorel, amit te mondasz, arra kell válaszolni. Igen, arra vagyok kíváncsi, hogy ez nem egy látványos background, vagy backstage. Várjál. Ja, nem. Várjál. De szerintem látványossá lehet tenni. Hadd mutassam be a Wagner Tamást. Beszélünk egy 40 éves fiatalemberről, akinek a szakmai tapasztalata 30 év. Emellett, a 30 év mellett ő elvégezte a Színház és Filmművészeti Egyetemet, és menet közben ebben a 30 évben a legnagyobb magyar televíziós produkcióknak lett a folyamat részeként a kreatív producere, azaz a produkció első számú vezetője. Na most
Azért tartom fontosnak ezt a névjegyet, amiről beszélünk, hogy mi volt annak a filmnek a címe? Sose tudok. Szép a csúnya. A jó, a rossz és a csúf. Ja. Na most a jó és a szép az az Edinka. Mi nekünk kettőnknek kell majd eldönteni, hogy a rossz és a csúf közül melyik, vagy ezt kezeljük, mert a hölgyeknek kell a szépeknek lenni. Én leszek az összes. Jó, ez nem rossz. Na, szóval én azt gondolom, hogy vannak vizuálisan látványos backstage-ek, ahogy te mondod, és vannak intellektuálisan látványos backstage-ek. De ez meg már rögtön szűri is a célközönséget. Nem igaz. Nem igaz, mert én azt gondolom, hogy tömegmédiát gyártó emberekként, mert egy életen keresztül tömegmédiát gyártottunk, nekünk tudnunk kell mindent lefordítani a tömeg nyelvére, mert a tömeg borzalmasan okos. Tehát én egy dolgot tanultam meg ebben a szakmában, én soha nem szerettem, amikor mi televíziósok leforgattunk valamit, jöttünk ki a stúdióból, és hatalmas pacsikat és puszikat adtunk egymásnak, hogy... Hát ez isteni, hogy mekkora tévések vagyunk, és hogy milyen jó, és én csináltam, és te csináltad, és mi vagyunk. És mindig halkan, mint a legrosszabb ünneprontó szólaltam meg, elbandukolva, hogy várjuk már meg, hogy a néző mit szól. Tehát tulajdonképpen meg kéne várni a reggeli számokat, ezért Dominikán úgy dolgoztunk egyébként, hogy egy kis kulisszatitkot mondjak el, mert szerintem a backstage érdekes, hogy a Tomi olyan 2:30 fele ment hajnalba aludni, mert addig elmókolt az utómunkával, Isztambullal kapcsolatban, stb. Én 2:30-kor keltem, mert akkor jött az előző esti nézettség Budapestről az időeltolódás miatt, és kvázi váltottuk egymást. Majd amikor újra találkoztunk a forgatási helyszínen, akkor osztottuk meg egymással azt, amit ő 2:30-ig, én meg 2:30-tól produkáltam. Tehát ha egy ilyen produkciót nézel például, amit kívülről nem lehet látni, és nem is szabad, mert a nézőnek soha nincs köze ahhoz. Nem terhelhetjük azzal, hogy ez mennyi munkaóra, milyen intenzitás, ugyanis ő azért ül oda, hogy jól érezze magát. Mi ma egy dolgot szeretnénk, érezze jól magát, és lássa, hogyan csináljuk. Igen, igen. Véleményvezérek, vagyis Kembe Szorel és Indián. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. A Laci azt mondta, hogy kell egy nő egy ilyen formációban, a hölgy is így, tehát Edinka is így érezted, hogy kell egy nő ebbe a formációba, vagy te hogy érezted? Mert azt mondták, hogy ugye téged nem volt olyan nehéz rábeszélni erre. Oké, pipa. Ez azért nem igaz így feltétlenül, hogy nem volt olyan nehéz, szerintem. Mert én nem tudtam, hogy fogok ebben szerepelni egy percig sem. Igazából egy megbeszélésünk volt, ugye? Egy ilyen tartalmi megbeszélésünk volt, és akkor oda megérkeztem, ahogy szoktam, és nekem van egy ilyen bolond szokásom, és már most rosszul vagyok tőle, hogy nem pakolgatok itt magam körül, hogy mindig így belakom a teret, ahova megérkezem. És megérkeztem egy ilyen nagy virágos ruhában, és akkor a Laci így meglett, és mondta, hogy Tomi, ez tényleg eljött a függönyben. És soha nem fogom elfelejteni, hogy végig, tehát olyan fricskákat üzött, majd meglátta a cipőmet, úristen, ez cipő, hát mi ez? És ilyen vastag talpú cipő volt rajtam, és mondtam, hogy hát 154 centi vagyok, nyilván valahogy ezt így fel kell turbozni. És hogy leültem a Laci teraszára, és úgy belaktam a teret. És mondtam, hogy átrendeznék itt egy pár dolgot, mert nem érem fel az asztalt, nem tudtam így úgy ülni, és akkor leraktam egy párnát a földre, és elkezdtem így pakolni. És amikor így érzed, hogy valaki néz, és így előre néztem, és a Laci, hogy Tomi, hát mit keresünk? Hát itt van. És akkor nézett rá a Tomi is, hogy mi? Hát itt a női műsorvezető, hát nem kell tovább keresni. És akkor így belecsöppentem. Jó, de az ambíció az megvolt benne. Mindig megvolt nyilván. Tehát mert most igen, nem állunk egy titkot, hogy mi ismerjük egymást régóta. Persze. És én ezt mindig láttam, hogy ezt a kis pesgést. Igen. És valahogy mindig láttam benned azt, hogy olyan jó lenne. Igen, de hát ehhez kellett a Laci. Tehát ugye ez ilyen marha egyszerű. Tehát az a bátorság, az a lehetőség, az az esély, az a bármi, ami mondjuk ehhez kellett, az
az a Laci. De te is úgy láttad a saját oldaladról, hogy kell egy nő ebbe a formátumba, vagy elhitted a szakembereknek, hogy kell egy nő ebbe a formátumba? Hát mindig hasznos volt, amikor megszólaltam, és most is nagyon hasznos, amikor mondjuk rájuk szólok, vagy azt mondják, hogy ők valamiről beszélgetnek, és akkor én közbeszólok, mert mindig teljesen más dolgot mondok, vagy tök más, lehet, hogy éppen oda sem illik, amit mondok, de hogy utána valamelyikük mégis ráfűz arra, amit én mondtam. De inkább kiegészülve annyit röhögünk, és én remélem, hogyha nyilván, hogyha olyan téma lesz, olyan vendég lesz, amikor ez megengedhető, akkor valójában ebből a típusú humorból, meg a szórakoztatási faktorból majd át tudunk adni a minket követőknek és nézőknek is. Tudjátok, mi az érdekes, hogy nem vagyok én nagy social media gurú, meg nem is nagyon értem, meg a hatást, mert az most sokat igen, sem nagyon értem. Igen, a mi korosztályunk az, aki puhatolódzik még mindig. Fel. Jó, de hogy nem is csak, hogy alapvetően azt látom, hogy ez egy nagyon fiatalok által uralt szféra, nem tudom, javítsatok ki, hogyha rosszul látom, és ebben kell most így berobbanni egy, nem tudom, egy valami rakétával. És mi akkor már nem vagyunk fiatalok, arra célzol? Nem erre céloztam feltétlenül, de hogy tehát tizenévesektől kezdve csinálnak tartalmakat, gyártanak tartalmakat. De nagyon széles korosztály gyárt tartalmakat egyébként. A YouTube-on hogyha... legalábbis egészen biztosan. Nyilván a TikTokra nem küldjük még a Lacit, még, hogy táncolgass el. De ha akarod, akkor... Igény az volt rá. De nagyon viccesek vagyunk, mikor együtt táncolunk. És ez egyszer történt ideig meg. Na és meg tudéhet sokkal többször is. Jó, a barokkos túlzás egyikőjüktől sem áll távol. Tehát az egyszer megtörtént, hogy együtt táncoltunk, az mivel, hogy videófelvétel is készül, ennyit mozdultam. Ez volt a tán. De én milyen szépen körbepörögtelek. De ezért lettél... Ugye erre építettek föl műsort, ezért lettél te a formátumban belül a nő, érted? Mert ez a mozdulat, amit mutattam, ez produkciónak nem elég. De hogy te közben négy kört ugrándozol körülöttem, és a függöny lebeg, amit te ruhának használsz, az egy dolog, tehát azonnal már produkció, tehát azt nézik. És mit mondtam, milyenek vagyunk? Olyanok, mint az Abba. Csak kiutáltam a barna nőt. De az Abba is már régi. Nem mondj ilyeneket, mondj valami újat, mert most a Sorella azt mondja, hogy mi régi. Ezt azért mondjuk így, mert a Sorella pont ezen kutakodtunk, hogy 30-40-eseknek, sőt 50-esek nincs sok tartalom. Igen, ebben teljesen igazad van. Tehát, ezért, ez kell. Ezért hívtunk be engem ebbe a buliba, mert én januárban 60 leszek, és a 60 az viszont biztos, hogy nagyon érdekel, mert az annyira extrém, és esik ki ebből az egészből, hogy, hogy na ezt reméljük, hogy erre mondják azt, hogy na ezt megnézem. Nem. Tehát ez a nagyapó, ez mit keres? Nem bántási szándék ne volt. Ne viccelj, abszolút értjük. De egyébként, hogyha a YouTube-ot végignézed, mondjuk a népszerű magyar nagy csatornákat, akik sok feliratkozóval rendelkeznek, és magas megtekintésszámmal, ott azért nagyon széles szerintem az életkor, mint hogy akik készítik, azoknak az életkora. És amúgy pont ez a lényege szerintem a YouTube-nak, vagy akár az egész internetnek, hogy te megtalálod azt, ami téged érdekel, és lehet, hogy én nem tudom, rendszeresen nézem a Partizánt, a Friderikuszt, az Oswald Zsoltit, és a nem tudom én kiket, de aztán vannak még ennél is nagyobb csatornák, és ennél is több követővel rendelkező youtuberek, videós tartalmat előállító emberek, akiket meg mások néznek. Csak mondjuk éppen az engem nem érdekel annyira. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon széles nem értetek egyet, már nagyon most széles. Nem, borzalmasan egyetértek. És nem vagyunk egymás konkurenciája. Azért lihegtem egy nagyot, mert állatjó elméleti beszélgetést lehet erről folytatni. Öregek vagyunk, fiatalok, trendkövetők, antitrendek, vagy mi magunk vagyunk a trend, bármilyen csodálatos elméleti diszkuszió itt lefolytatódhat. Tudjátok, hogy miért imádom zsigerileg előre ezt az online teret? No bullshit. Hamar kiderül. Ugyanis itt nincs titok. Nem lehet azt mondani, hogy de egyébként jobban megnézték volna a műsorunkat, ha a nap beesési szöge az úgy néz ki. Egyébként szerdán, amikor és kedden, és mi egyébként nagyon jól tudjuk magyarázni az eredményeinket televíziósként. Egyszerűen beteg módon imádom, hogy ott van alatta
hány feliratkozód van, hányan nézték meg. És a végén ki fog derülni, hogy az, amit mi a mi világunkra kitaláltunk, az, amit mi csinálni fogunk, az valójában érdekli az embereket, vagy nem. Mit fognak mondani? Ez valami, amit szeretnénk, vagy azt fogják mondani, Palik bácsi, az egész csapatával húzás. Ez ki fog derülni, és nyugodtan tedd meg, hogyha van időtök, van helyetek, szembesítsetek minket egyszer csak ezzel, mert pont ez a lényege, ez tétre befutóra egy meccs, és nem tudom, hogy hány éves kor a határ. Én egyetlen egyet tudok. Én 60 éves vagyok. Egy dolog tart életben, a verseny. Engem érdekel, hogy ebben a versenyben, ahol valóságos a megmérettetés, mert megmutatják az eredményet. Mi tudunk-e olyan ambícióval odaállni, tudunk-e olyan eredményt elérni, hogy az arra azt lehessen mondani, hogy na, ez elfogadható. Kis, kísérővel, Palik fiam, ez... Szódával. Kicsit szódával. De én azt mondom, hogy pont rés a falon, hogy a ti műsorotok valószínűleg meg fog nyitni 40-es, 50-es korosztályt is, ha el lehet érni, csak az, én meg úgy látom, hogy a mikrosztályunkat, 40-es, 50-eseket meg kell tanítani erre. Még mindig a tanuló fázis van. Lehet, de ebben nem vagyok amúgy biztos. Tehát, hogy milyen technikai értelemben? A szokást. Vagy szokást. Amiről beszélsz, hogy ezt még most tanulják a 40-es, az 50-esek pláne tanulják ezt az újfajta online teret. Most hallgatókról beszélünk, lehet, viszont ez lehet, hogy pont kinyit egy olyan kaput, de mert egy más korosztályos kezd elő beszélni. Csak egy 40 éveshez tud beszélni? Nem. Tudom, hogy most az jó megvan. Én azt mondom, hogy az megvan. Szerintem az valószínűleg meg lesz, a 20-30 az meg lesz. Csak hogy szerintem pont lehet nyitni ezzel, mert javarészt fiatalok gyártanak fiataloknak, el vannak felejtve a 40 pluszok. Gyerekek, én ma úgy látszik, hogy ellenanyag szérummal keltem, és mindenem mindenkivel vitatkozom, és bocsássatok. Hát azért vagyunk itt, és a gyújtam is. Megint részese lettem egy rendkívül tartalmas beszélgetésnek. Tényleg élvezet, ez most minden viccet nélkül, élvezet hallgatni benneteket. De egyszer megint csak kívül kerültem. És ugyanis a helyzet a következő. Szerintem egyszerűen csak jót kell csinálni. És ha jót csinálunk, azt megnézik. Ha nem jót csinálunk, akkor leszünk tudományosak. Én még mindig nem vagyok műsorvezető, és nem vagyok elég tudományos, pedig már mindjárt 60 vagyok. Valószínűleg én egy visszamaradott darab vagyok. Te egyetlen utolsó kérdést engedjétek meg még, és aztán elengedünk. Most esetleg? Hogy a televíziózásban megvan az, hogy 18-49 kereskedelmi aktív korosztály, és itt nektek van ilyen? Vagy itt csak azt mondjátok, hogy jót akarunk csinálni, hogy említetted, nézze meg, aki már akarja nézni. Figyelj, én 10 évre leugrottam a térképről. Az Exaton előtt ugye én úgy vonultam vissza nagyságrendileg 40-es éveim végén 50-hez közel, hogy én tényleg azt mondtam, hogy ez jó mulatság, férfi munka volt, a bulit akkor kell otthagyni, amikor még jó, és én visszavonulok. Eltűntem egy tízesre, ebbe a 10 évbe én tényleg eltűntem, tehát nem az volt, hogy háló, azért itt vagyok, ott vagyok, sem a Tomi élő példája, mert a Tomi megkeresett engem többször az évek alatt, hogy szerepeljek itt, szerepeljek ott, mindig mondtam neki nagyon kedvesen téves. Pont is jegyeztem, és aztán mindig föl is hozom. Mindig fölhozza. Majd, mert az Exatlonra azt gondoltam, ez külön történet, túl hosszú, de azt gondoltam, hogy ez valami friss, valami új, valami érdekes, valami, ami izgat. És ez megéri, hogy szögre akasszam a szögemet, az a visszavonultságomat. És hirtelen ennek a műsornak az eredménye az a következőt csapta az arcomba, az első versenyszezon után, amikor hazajöttem Magyarországra. A testnevelő tanárok, azok fölültek a trendre, hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez,
és testnevelés óra helyett exatlon órákat tartottak az iskolában, ezt onnan tudom, hogy egy csomóra meghívtak engem. Nálam boldogabb ember, gyerekek. Nem láttatok. Mert azt láttam, hogy kékbe és pirosba, mint az állat futkároznak a gyerekek a tornaterembe, akiket egyébként nem tudsz rávenni, hogy egy tesi órán valamit csináljanak. Nem hülyéskednek, hanem állatmódon küzdenek egymással, imádják, és azt mondtam, hogy ez ennek a szakmának a csúcsa. Úgy szórakoztatni, hogy úgymond közszolgálati legyél, mert valami jót csinálsz, valami jót adsz, legfőképp a gyerekeknek, hát ez az elérhetetlen, mert egyébként, ha elkezdesz magyarázni, három gyerekem van, hogy figyelj, fiam, hát le kellene menni sportolni, és leájul onnan a székről. De ha üvöltözök, mint az albán szamár, egy pálya mellett, hogy kék és piros, és sípot füttyögök, és hülyének lehet nézni Palik bácsit, de a vége az, hogy gyerekek megszállottan sportolnak, akkor azt mondom, hogy ezt megérte. Igen. Hát az értékteremtés az mindenképpen. Tehát ez egy értékteremtés. Azt kívánom, hogy nektek ez a Palikék világa kezdeményezés nagyon-nagyon-nagyon sikert érjen el, sok sikert, és akkor hát most már be kell záródjunk mára, vége a véleményvezérnek, de nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttetek, itt volt velünk Konyári, Edink. Ja, igen? Hát egy-két hónap múlva visszatérünk. Ja, akkor szembesítés, jó. Így van. Igen, szembesítés. Jó, akkor még gyorsan akkor a protokoll menjünk keresztül, itt volt velünk Konyári Edink, a Palik László és Wagner Tamás, ők a Palikék világa tartalomgyártói, kreatívjai és arcai, és úgy unblock cúzá, meg minden. Iratkozzatok fel a csatornánkra. Ja, igen. Palikék világa YouTube. Jó van. Plusz áfa, zsebbe plusz áfa. Jó, na jó, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, még egyszer tényleg hálásan, és a hallgatóknak pedig annyit tudunk mondani, jövő héten megint jövünk 18 órakor pénteken, addig is hallgassátok a Mannát, sziasztok! Sziasztok! Véleményvezérek, vagyis Kembe Szorel és Indián. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.